pedig ez egy gyönyörű támadás, egy jó középreadás kellene, megvan Mondovics, és ott a gól! Gyönyörűen vitték végig ezt az akciót a mieink, és a 23. percben Mondovics Kevin megszerzi a mieink vezető találatát. Ezzel tehát nagyjából az első játékrész közepén Puskás Akadémia Etó FC Győr 1-0. Hans tovább Bakóhoz, Bakó ellövi, és ott van a győriek egyenlítő találata. A jobb szélről két passzal bejátszották középre Bakóhoz, aki aztán célba vette a jobb alsót. A 28. percben ezzel egalizálnak a vendégek. Mondovics, de szépen csinálta Mondovics. Visszapattan elé ráadásul, visszateszi Somfalvi, nem tudta kapura lőni. Na még egy kísérlet, és ott a gól! Hát milyen lövés volt ez? Gyönyörűen elment a lábak között, és meglepte Maszlavért is a győri hálóört. Ezzel tehát ismételten megvan a vezetés a második játékrész 9. percében. Balog, Balog középre. Tajzony legalacsonyabb tagja volt, Krupa. Kun, Krupa, és még mindig jó lehet, és ott is van a gól! Ott is van a harmadik találat. A második játékrész 33. percében. A hajrához közeledve tehát igen magabiztossá válik a mieink vezetése, hiszen ezzel most már 3-1. Gratulálunk, én azt gondolom, hogy egy kimondottan izgalmas, szórakoztató meccs volt. Mi az, ami jobban ment a második félidőben, mint az elsőben? Hiszen az első félidő után ugye 1-1 volt az állás, és a játékképe alapján is talán olyan X-es meccsnek tűnt, aztán a második félidőben sikerült felülkerekedni a Győrön. Igen, azért azt kell tudni, hogy itt most az első és a második helyzet játszott egymással. Mérkőzés nélkül is tudtuk, hogy egy kiegyenlített mérkőzés fog lenni. Én azt gondolom, hogy az első félidőben egy kiegyenlített, mind a két oldalról szervezett játékot láttunk. Én azt gondolom, hogy mi a második félidőben a cserék beszállásával, illetve a taktikai utasítások stabil megtartásával tudtuk ezt a mérkőzést megnyerni. Azt láttam, hogy a srácok a második félidőben talán még inkább próbálták a széleken megbontani a győri védelmet. Ezt kimondottan kértétek is tőlük? Igen, kimondottan kértük. Nekünk ez az alapjátékunknak a alapeleme, inkább úgy mondom, hogy a szélén főként bontunk és támadunk. Én azt gondolom, hogy a játékosok ezt nagyon jól alkalmazták a mérkőzésen. Gratulálok, sikerült dupláznod, ami azt gondolom, hogy mindig egy parádés teljesítmény. Mit vártál magadtól, amikor pályára léptél, és mit várt tőled mondjuk a szakmai stáb? Hát azt kérték tőlem, hogy tartsam meg a hatos pozíciót, támadásba segítsem a támadó játékot, érkezzek kapu elé, és ha tudok, lőjek gólt, és ez sikerült is. Gyakran elsül ilyen jól a lábad itt, mint ma kétszer? Hát nem olyan gyakran, de meg szokott esni. És akkor itt ez most kimondottan jól jött. Hogy látod, mi az, amiben a második félidőben jobbak voltatok a győrieknél? A győriek sokat veszekedtek egymásra, mi próbáltuk azért összhangban tartani egymást. Meg nagyon hát igaz, hogy elég kapkodtunk, de sikerült ez lenyugtatni egy kicsit a játékunkat. A Győr azt hiszem, nem tudom, nagyon kapkodtak már a vége felé, kellett nekik a gól, és ez a javunkra vált.